Sziasztok! És üzleteteket a következő teszt videóba is. Még egyszer elnézést a hangomért, alig bírok beszélni, úgyhogy azért ilyen furcsa, elment. Nem tudom hova, de egyszer csak visszajött, már hívtam, de nem akar visszajönni. Úgyhogy remélem jön. Ezek majd egy kis töltött káposztát, és akkor hátrajól lesz. De srácok, nézzétek ezt el nekem, és most egy nagyon érdekes videóval... Miért vágtam magam fején? Egy nagyon érdekes videóval jövök nektek. Ne menjen el senki, nem kifejezetten fidget spinnerökről lesz szó. Oké, hogy benne van a címében, mert azt fogunk csinálni. Kingával elkészítjük az első saját készítésű fidget spinnerünket. Szó szerint mi fogjuk kiönteni, kovácsolni. Nem fogjuk kovácsolni, csak ki fogjuk önteni. Szóval látjátok a címben a gallium szót. Kérdezzétek, hogy mi az a gallium? Igazából a gallium egy puha fém, a periódusos rendszerben Ga jelzéssel megtalálható, és azért mondom, hogy puha fém, mert képzeljétek el, a gallium olvadáspontja 29 Celsius fok. Ez azt jelenti, ugye az ember normális testhője az olyan 30-35 fok körül található, és a gallium, ha megfogom a kezembe, el tudom olvasztani. Tehát ha beteszem a kezembe és dörzsölöm, a kemény, szilárd fémből, ezüstös fémből folyékony halmazállapotú anyag lesz. Hát nem érdekes? Egy olyan fém, ami a kezembe elolvad, ha pedig leteszem szoba hőmérsékleten, ismét megkeményedik, kivéve így melegbe, mert a lakásban is rettenetes meleg van. Szóval ma ezzel az anyaggal fogunk játszani, és igazából azt láttuk ki, hogy hát mi más csinálnánk, mint fidget spinnert. Ezért Lilitől kölcsönkérünk, most gyorsan, egy kis gyurmát, fogunk egy fidget spinnert, szétszedjük, belenyomjuk a gyurmába, aztán pedig felmelegítjük a galliumot, szerintem vízbe fogjuk tenni, felszipkázzuk valami injekciós tűvel, és aztán belenyomjuk a formába, vagy letesszük a hűtőbe, mert mondom, nagyon meleg van a lakásban is, és aztán várunk. És elméletileg, ha minden rendben megy, remélem minden rendben fog menni, akkor lesz egy fidget spinnerünk, ami pörök. De én ezzel a galliummal tovább gondolom a dolgokat, csinálhatunk vele mondjuk lakatot, vagy mit csináltunk még vele? Kis autót, amit ha kisgyerek tologat, akkor szétolvad a kezébe. Amúgy a galliumról már láttam videókat, nagyon király, mert úgy viselkedik, mint a higany. Vigyázzatok, a higany nagyon durván, rögtön halálosan mérgező, a gallium is mérgező, de nem annyira durván, mint a higany. Tehát olyan úgy viselkedik, mint a higany, inkább összefele tapad, tehát ha itt szétszorod, akkor össze tudod húzni őket. Van egy olyan érdekes tulajdonsága, és ez a legérdekesebb a néző számára, hogy az olvadáspontja nagyon alacsony, mégis fém. Szóval a gallium egy ilyen nagyon érdekes, csodálatos anyag, amiből van nekem, nem is tudom, 30-40 grammi, nem tudom pontosan. Azt tudom, hogy biztosan elég egy fidget spinnerre, úgyhogy most azt fogjuk csinálni, amit az előbb elmondtam. Csak annyi, hogy nem itt, hanem elmegyünk a konyhába. Most egy sima, normál formájú fidget spinnert fogunk kipróbálni, de mondom, a jövőben kipróbáltunk más formájú spinnereket is, esetleg több csapágyas fidget spinnert is önthetünk saját magunknak, gondoljátok már, saját fidget spinnert készíthetünk otthon a konyhába. Még egyszer elmondom, a gallium nem játék, mérgező, veszélyes anyag, mi is nagyon-nagyon óvatosan fogunk vele bánni, és figyelünk, hogy biztos ne kerül a szánkhoz egyáltalán közel. Úgyhogy srácok, ahogy mondtam, menjünk is a konyhába, és hát próbáljuk is ki, hogy igazából meg tudjuk-e egyáltalán csinálni. Úgyhogy szerintem most számoljunk hárra, amíg ha ti is kíváncsiak vagytok otthon a képernyő előtt, számoljatok háromig, és mehet is a gallium, a fidget spinner készítés. Szóval 1, 2, 3 és... Szóval, ami szükséges ez a videóhoz, ez egy fidget spinner, értelemszerűen. Egy tál, ez miért állt így meg? Gyurma, reméljük ez jó lesz hozzá. És a titkos összetevő, ez a set, amiben van injekció, stűnek a fecskendő része. Van benne gallium, ha jól tudom, összesen 40 gram, meg ilyen kesztyű, amivel megfogom. Szóval elméletileg ezekre van szükségünk most, és azzal kezdjük, hogy felolvasztjuk a galliumot. Közben itt Kinga megcsinál a formát, csak először megmutatom. Itt vannak a galliumok, látjátok, ebbe is az van, és akkor ezeket fogjuk majd beletenni a forró vízbe. Beletenni, és a fecskendővel felszívni, és aztán abban a formában, amit most Kinga elkezd nekünk elkészíteni. Tehát ez zsírúj, Play-Doh. Így Niki nyomja laposra. Taposra laposra. És akkor én közben kiszedem a fidget spinnernek a közepét. Szóval itt is van a lyukas fidget spinnerünk, kiszedtük belőle, ez is ilyen mini fidget spinner lehetne. A csapágyat, és akkor Kinga bele fogja nyomni a formába. Úgy, aztán egy késsel felszedjük. Jó, és akkor egy kicsit a széleit
hogy ne folyjon ki, visszanyomogatjuk. Ezt kell ezt itt kivágnunk. Óvatosan, és oda fogjuk belehelyezni a fidget spinnert. Bocsánat, nem fidget spinnert fogjuk belehelyezni, hanem a csapágyat. Ígyni. És most akkor jöhet a gallium. Itt is van 80 fokig felhevítettünk vizet. Bele is öntjük. És akkor utána szépen belepakoljuk a galliumokat. És mint ahogy látjátok, szilárd volt, amikor beletettük, és most már pedig Józsi. Nem érted a point? Szilárd volt, Józsi lett. Na, szóval szilárd volt, és most pedig folyékony. Tehát, hogyha így látjátok, az alján elméletileg még várunk egy kicsit, hogy biztosan teljesen elolvadjon, aztán pedig egy fecskendővel ki is szívjuk. Szerintem mindjárt kavarjuk meg, nézzük meg. Aha, ez már teljesen jó. És elméletileg így fel lehet szívni, így láttuk a videóba. Aha, és akkor látjátok, egy kis víz van benne, azt ki kell... Kinyomtam a falra ezt, most nem látjátok. Sajnos kicsik a fecskendőink, de hát ilyet találtunk, hiszen nekem itthon nincs annyi fecskendő, miért is lenne. Szóval a vizet teljes mértékben kinyomok, látjátok, ott már gallium jön. Ez lesz a Kinga fecskendője. Jó, és akkor most elkezdjük beleaplikálni óvatosan, mert kifut a szélén. El kell oszlatni. De jó. Nagyon jól néz ki. Óvatosan, mert... Én remélem, ti is jól látjátok. Jó. Bocsánat, hogy ilyen bénzsák vagyunk, csak ilyet még nem nagyon csináltunk. Nagyon jó, nézd. Pont. Biztos még oda kell egy kicsi. Milyen jól néz meg, kis srácok. A mi saját fidget spinnerünk. Addig nyomt, hogy már jöjjön fel. Úgy. És akkor még Kinga oda egy kicsit a szélébe belenyom, ahol hiányzik. Óvatosan. És azt nézem egyébként, hogy úgy látom a többi helyen már... Még valahova. Szerintem jó lesz, ne inkább, mert utána csak már kifolyik. A lényeg, hogy jól kapcsolódjon a csapágyhoz. Már ha nem is fog működni, mert igazából... Sajnos Kinga egy kicsit belenyomott a... galliumban magába a csapályba, hát reméljük ez nem lesz gond. És most egy kicsit hagyjuk, hogy itt szobahőmérsékleten száradjon, keményedjen, viszont be kell tennünk a hűtőbe, mert sajnos olyan meleg van itt a lakásban, hogy múltkor nekünk nem szilárdult meg, amikor itt tesztet csináltunk. Nagy nehezen be is helyeztük a hűtőbe, mert úgy mozog, mint az állat, és hát most nincs mit tenni, mint várni. Na nézzük is, elméletileg ez megvan fagyva. Aha. Hát nézzük, igazából tegyük ki, aztán vegyük ki. Kinga segít a kivételbe, óvatosan el ne törjön. Jó. Ó, de jó. Amúgy jól néz ki. Hát srácok, itt van a nagyon-nagyon menő fidget spinnerünk. És most Kinga megpörgeti. Annyi lehet, várj. Tegyük bele ezt. Lehet, hogy mivel Kinga kicsit belöntette sajnos a galliumot, nem fog rendesen pörögni. Várj most. Na, pörög. Tök menő. Amúgy király. Srácok, mit szóltok hozzá? Na, szóval itt is vagyok én is, és most én is megpörgetem itt először veletek. Amúgy itt van. Nagyon menő néz ki amúgy. Hát nem lett a legszebb, itt nagyon szép. Még kicsit el van deformálva. Na, mehet a pörgetés? Na, figyeljetek akkor én, mint nagy fidget spinner mágus. Elmondom nektek, nem stabil. Nagyon nem stabil, de pörög. Hát nem a legjobban. Amúgy nagyon király, hideg. Elméletek, ha ezt egy kicsi ideig melengetem, akkor amúgy el is fog olvadni a kezembe, tehát hogy ismét folyékonnyá válik. Aha, már kezd is, a kezemet egy kicsit fogja is be amúgy.
Amúgy ahhoz képest nem is. Én rosszabbra számítottam, megmondom nektek őszintén. Tehát én arra számítottam, hogy rosszabbul fog pörögni. Nézzétek meg. Ahhoz képest tök jó pörög. Hoppá. Amúgy, ha ezt leejtjük, akkor valószínűleg a misztikekre is törik, tehát apró pici darabokra törne. Úgyhogy ezt inkább nem próbáljuk meg. Itt is van a saját készítési fidzsi szpirőnk. Bocsánat a hangomért, csak nem tudom, valamit el akar menni. Ami pörög. Hát ezt nem biztos, hogy egy kézzel olyan egyszerűen meg tudnám pörgetni, de amúgy meg lehet. Tök jó! Nem? Nem király, srácok? És még ezt is említessem már meg nektek, ez is milyen jól néz ki, a formája. Itt az öntő forma, amiből öntöttük. Szóval srácok, itt is van a fidget spinnerünk, meg a formája. Amúgy szerintem király jól néz ki, de tényleg. Ami már lassan kezd is kicsit elolvadni. Dörzsölöm, és nézitek az ujjamat. Tök jó! Igazából, ha szeretnétek még ilyen galliumos videókat, akkor írjátok le kommentbe, továbbá nyomjatok erre a videóra egy lájkot, légy szíves. Szóval, ha szeretnétek még ilyen galliumos videókat, ahol különböző dolgokat öntünk, készítünk galliumból, akkor nyomjatok erre a videóra egy lájkot és írjátok le kommentbe. Én nagyon-nagyon szívesen elkészítem nektek, Ingával nagyon szívesen tesztelgetjük ezt a dolgot. Nagyon király, nagyon tetszik, remélem nektek is tetszett, és hát akkor találkozunk a következő videóban. De esetleg, ha nem láttátok mondjuk ezt a videót itt, akkor kattintsatok rá, nézzétek meg, reméljük tetszeni fog nektek, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!